Hogyan választunk kutyát az alomból? Hát választani mindig kell, hiszen az alomban egy 4-5, 8, néha 8 kutyából is kell választanunk, és hát nem egyszerű a feladat. Gyakran megkértek engem is, meg gondolom más állatorvosokat is, hogy segítsenek ebben. Hát mit mondjak, nem voltam nagy segítség ebben a választásban, mert sok esetben nem jól választottam én se. Ez persze mindig csak később derül ki, hónapokkal vagy akár évekkel később. A választásnak a mikéntje, arra vannak teóriák, vannak akik azt tartják, hogy a legélénkebb, a legkvázi agresszívebb, a legmozgásában legélénkebb kutyát kell választani, aki láthatóan domináns az alomban, ez a jó kutya. A mások meg azt mondják, hogy nem, a legnyugodtabb kutyát kell választani, aki figyelemmel kíséri az alomban a játszást, a mozgást, de ő kicsit háttérbe vonul és pihenget. Ebből lesz a jó nyugodt kutya. Na hát egyik sem biztos megoldás, sem erre, sem arra. Úgyhogy igazából azt tudom csak tanácsul mondani, hogy nézzük meg a szülőket, nézzük meg a körülményeket, nézzük meg az almot. Ha az alom egyenletes, nagyjából egyforma kiskutyák, nagyságra, küllemre, mindenre egyformák a kiskutyák, nyugodtak, békések, aranyosan játszanak, a fölmenőknek a papírjai, esetleg a különböző minősítései és a mentességi igazolásai különböző betegségektől, azok rendben vannak. A tenyésztő és a tenyésztésnek a körülményeit rendben találjuk, akkor azt gondolom, hogy nem tudunk rosszul választani. Természetesen még az ilyen körülmények között, az ilyen optimálisnak tűnő körülmények között is előfordulhat, hogy az a kiskutya, akit kiválasztunk, azből később kiderül, hogy ilyen vagy olyan veleszületett betegségekkel terhelt, ilyen van. Ebben csak az tud minket segíteni ennek a kiküszöbölésében, hogyha minél jobban tájékozódunk a tenyésztőről is, a tenyésztéséről is, esetleg ismerünk már olyan kutyákat, akiket ő tenyésztett, tudjuk azoknak a tulajdonságait. A tenyésztőknek a leinformálása sem egyszerű, mert ugyan fordulhatunk a szövetséghez, kérdezünk a szövetségben is, vagy ismerősöktől, minél több forrást föl kell használni arra, hogy a tenyésztőről is információkat szerezzünk be. De hát ez sem egy egyszerű dolog, hiszen itt is előfordulhat, hogy egy tökéletes, minden szempontból optimálisnak mondható helyzet és tenyésztés során mégiscsak olyan kiskutyák kerülnek eladásra, amelyekkel valamilyen veleszületett hiba van, akár a viselkedésükben van valami meghatározhatatlan módon előjövő hiba, vagy pedig hát a konstitúciójukban, az anatómiai fölépítésükben lesz valami hiba. Ez egy kicsit sorszerű kérdés, de ha mi lelkiismeretünk tiszta, mert körbejártuk a kérdést annak idején, amennyire csak lehetett, akkor elfogadhatjuk ezt ilyen sorszerűnek. Ha nagyon random szerint esetleg az interneten mindenféle körbejárás nélkül vásároltunk kiskutyát, akkor azért nagyobb a valószínűsége annak, hogy az ilyen hibák később felütik a fejüket.